Szerinted mi az ős bűne az embernek a, az animációval kapcsolatban? Nyilván sok ős lehet, hát, vagy, vagy ilyen eredendő okot Volt sorolni. Berül? hát valószínűleg igen, mivel, mivel tehát <laughs> kiáltsuk ki bűnbanknak, de az amerikai animáció, hogy nagyon hamar átvette a, a, a rajzfilmek, és elsősorban a rajz animációnak a gyártásában élretört, és, és igazából az első filmek azért első sorozatok, első öm, animációs filmek nem gyerekközönségnek készültek, de, de, azért amikor a Disney színre lépett, ő elég hamar belőtte ezt a családi film kategóriát. Üd mindenkinek, ez a nagy látószög, a Mozinet videósorozata, ahol egy-egy mozinetes filmről beszélgetünk szakértőnkkel, vendégünkkel. Ma a Szinegóról választottuk a Menekülés című animációs dokumentumfilmet, a vendégünk pedig Orosz Anna Ida, szia, az archívumnál vagy te animációs referens, ugye ez a pontos meghatározás. Az azt jelenti egyébként, hogy, hogy az archívumban az összes animációs film hozzá tartozik, a, mondjuk a Felújításnak a, az irányítása, az archiválása, és így tovább? Elsősorban az archiválása, de a felújítással is foglalkozom, tehát ajánlok filmeket, illetve segítem a, a, a digitalizálás-restaurálási csapatnak a munkáját az animációs történeti tudásommal. Úgyhogy én alapvetően filmtörténész vagyok, és animációs filmtörténettel foglalkozom. Tehát te eszméletlen mennyiségű animációs filmet nézel?

sokat. Igen. Sokat. Akkor talán tudsz válaszolni a kérdésemre a menekülés kapcsán, ami ugye egy ö, ö, zavarba ejtő filmformailag is, és ez a zavar ez az amerikai akadémián is látható volt, mert hogy még az életben nem történt olyan, hogy egy filmet jelölnek a legjobb nemzetközi filmdiára, ami ugye a régi idegennyelvű kategória volt, aztán jelölik a legjobb animációs film kategóriában. Nem nagyon kilógott a sorban. És aztán megjelölik, ugye dokumentumfilmként is. Igen. Tehát mintha úgy alapvetően a, a, az animációval, mint olyannal, nem nagyon tudnánk még mindig mit kezdeni. Szerinted mi az ős bűne az embernek a, az animációval kapcsolatban? Hogy hogy miért van az, hogy még a, még a filmrajongó barátaimnak is uh, érvelni kell egy-egy felnőtteknek szóló animációs film mellett, se kell mondani, hogy ez nem Disney meg, nem is ö, feltétlenül ö, olyan anime, ami, ami gyerekeknek szól, hogy, hogy mi, miért idegenkednek a, a felnőtt vagy infantilis nézők. infantilis felnőtteknek. Igen, Minden. vagy miért gondolják azt, hogy infantilis felnőtteknek szól az animáció. Pont ez a film egy jó példa rá, hogy a rendezők is küszködnek ö, ezzel a beskatujázással. Hát nyilván sok ősbűnt lehet, vagy, vagy ilyen eredendő okot tehát sorolni. Ö, hát valószínűleg igen, mivel, mivel tehát csak ki, ki bűnbaknak, de az amerikai animáció, hogy nagyon hamar átvette a, a, a rajzfilmek, és elsősorban a rajzanimációnak a, a, a gyártásában érre tört. Igazából az első filmek azért első sorozatok, első ö, animációs filmek, amit akkor még nem is animációnak hívtak, hanem trükkfilmnek. Nem gyerekközönségnek készültek, de, de azért amikor a Disney színre lépett, ő elég hamar belőtte ezt a családi film kategóriát. De mondjuk, ha megnézzük az első Mickey Egér sorozatot, akkor ott még azért elég kis notórius fickó az, ami kiegér, és, és, felnőttek is ugyanúgy tudnak kacarászni rajta, meg az első Disney filmek között van ilyen csontvásztánc, az egyik első filmje, ami, ami meg egy ilyen kis vidám horror animáció, de azért az is már, már inkább a gyerekközönségnek szól, és, és, hát nyilván telítette a piacot Amerikában és Európában is, és akkor a, 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 a szerzői animációs filmek már nem igazán jutottak közönséghez, és hát lehet, hogy nem is a nagy közönségnek készültek. Tehát ö, ö, megmaradt egy ilyen réteg műfajnak az az, az animációs film, ami nem, gyereknek, nem gyerekeknek készült. De hát, hogyha visszamegyünk a magyar animáció, és akkor ma, mondjuk az egész estés filmeket ö, kezdetéhez, a 70-es években, amikor elkezdődtek az egész estés animációs filmek gyártása Magyarországon, akkor ugye az, az első között volt már felnőtt, felnőtteknek készült egész estés animációs film. Ugye 70-es évek vége, 80-as évek fordulóján került mozikba a habfürdő, Ö, és hát előtte volt a János Vitéz. Igen, előtte volt a János vitéz, a, a, Hugo, a Vizilom, ugye egy koprodukció volt, aztán Ludas Matyét, és, és, hát a habfürdőr, és azt gondolták a nézők, hogy akkor mentek a nagymamák a gyerekekkel, hogy új, újabb magyar rajzfilm, és, és nyilván a felénél kifordultak, és vitték haza bőgő gyereket, hogy ez mégsem nekik készült, miközben az a film abszolút beleillik a korszak magyar filmtermésébe, játékfilmtermésébe, az, hogy a dokumentumfilmet és a fikciót ötvözi csak nem élő felvételű filmen, hanem, hanem rajzfilmen, de hát ez, a, ez az időszak a budapesti iskola filmjeinek az időszaka, ami ugye a fikciós dokumentarizmus nagy korszaka, és hát ez is egy ilyen film volt, a habfürdő. Tulajdonképpen ez a menekülés, ez, ez nem egy új keletű film műfajt vagy típust hozott létre, hanem, hanem már egy, ennek megvoltak az előfutárai. Magára a formai összetettségére is van már precedens? Tehát az, hogy itt ugye úgy forgott ez a film, ez egy menekült fióról szól, Afganisztánból indulunk, aztán Észak-Európában érkezünk meg nagy-nagy kanyarokkal, ez egy meglehetősen drámai, felkavaró történet, és az adja a formai összetettségét, hogy, hogy valóban a, azok az emberek beszélnek a, a, a filmben elég sokszor, akikkel megesett ez a történet, és tulajdonképpen az ő beszámolóikra készítették el az animációt. Mi fluktuáltunk együtt a műsorban. Gyerünk! A legfejebb ember a mi életünkben. Haszpáro, mondd meg ezeket a Ebben a két rétegben, vagy ezzel a két réteggel készült már korábban animációs film? Hát ez tulajdonképpen a libanoni keringővel indult 2004-ben, tehát Ari for Formannak a, a izraeli szintén dokumentumfilmrendező, ugye a menekülés is egy dokumentumfilmrendező készítette, az ő, a libanoni keringő indította el ezt, egy ilyen, ezt a formátumot, ha úgy, mond, hogy tetszik, vagy... vagy de ott um, is ez volt, hogy fajt. közben az igazi szereplőket hallottuk végig? Ott is ugye ez volt, hogy hát az, az ráadásul egy, egy még személyesebb történet volt, mert ott a rendezőnek a személyes fiatal katonaként átélt háborús traumáját dolgozza föl, illetve, illetve az is egy rengeteg interjúval dolgozó film. És ugye azt is kámba mutatták, Oscar-ra is jelölték, ha jól emlékszem, tehát elég nagy visszhangot kapott, mint felnőtt témájú, vagy felnőtteknek szóló animációs mondik, film. A, Ezzel a filmen találtánk föl? Vagy ugye, mert... Ez az, ami, ami először használt a egész uh -huh. estés formátumban. Tehát rövid filmekben azért már szerintem elég rég megvan ez a megközelítés mód. Szerintem gyakorlatilag azóta, hogy digitális filmezésre átállt a, a világ, az animációs filmet egyre inkább elfogadják, mint egy hiteles eszköz arra, hogy dokumentumfilm készüljön vele. Ugye előtte azért a dokumentum filmeseknek az volt a veszőparipája, hogy ezt csak ö, ö, élő felvételre, alkalmas kamerával lehet készíteni dokumentumfilmet, és azt kell rögzíteni, ami a kamera előtt le, lejátszódik, lezajlik. Az animáció erre ugye alkalmatlan. Ö, itt a kép ugye kockára-kockára rajzolják meg rajzanimáció esetében, de hát vannak gyurma animációk is, amik, amik dokumentumfilmek, szintén egy oszkár díjas animációra utalok a 90-es évek elejéről a, az Ádmán stúdiónak a Creature Comforts, állatállapot magyarul. Tényleg az is jó. Egy áldokumentumfilm volt, Igen. ugye? az állatok beszéltek, mint, hogyha, mint, mint az Office, meg a hasonló sorozatokban, Igen. mint hogy egy stáb kérdezgetné őket. Igen. Igen. az állatkerti állatok, és akkor gyakorlatilag abszolút beazonosíthatóak voltak az utca emberével, de, de megírt szövegek voltak, csak az egészet úgy adták el. Elé, mint hogyha ez egy riportfilm lenne. De ebben a menekülésben ami érdekes, hogy, hogy miért, kell, miért választották az animációs formát, a rendező miért gondolta azt, hogy ezt csak így lehet. És, és ez a megfelelő forma. Erre is vannak rövidfilmes példák is. Gyakorlatilag a menekülteknek a helyzete, és rengeteg más, vagy számos más ilyen élethelyzet is adódik, amikor egyszerűen a szereplőnek az identitását, személyazonosságát védeni kell, és a dokumentumfilm csak ilyen nagyon-nagyon mesterkért módon tudná ezt nyújtani, ellenfénybe felvenni, felvett interjúk, torzított hanggal, minden olyan, ami roncsolja a képet, meg a nézői élményt, és az animációs film viszont hozzá tudta tenni grafikai vagy rajzi szinten egy, egy olyan réteget, amit viszont élvezetes nézni, és nem biztos, hogy ez hasonlít erre a szereplőre, valószínűleg azért, azért, vannak azonosságok, de, de nyilván itt nekünk nem is, nem is ez a fontos, hogy pontosan be tudjuk azonosítani, hogy ez a, ez a fickó ki, és, és szembe találkozunk, ha szembe találkozunk vele az utcán, akkor felismerjük. A libanoni keringőnél és a menekülésnél is azt éreztem, hogy az animációs forma azért zseniális választás, mert egy kőkemény történetet tud úgy puhítani, megszórni varázsporral ha úgy tetszik, aminek nem sok keresni valója lenne egy, egy élő szereplős filmben, és nyilván az a, az a nagy kihívás alkotóként ilyenkor, hogy megtalálják azokat a figurákat, megtalálják azt az animációs stílust, ahol mondjuk nem lesz belőle Disney, Igen. hanem a, a téma komolyságához méltóan tudnak játékosan az animációs ö, formával is bánni. Meg az is eszembe jutott, és ez nem tudom, hogy ebben az esetben ö, fölmerült el, hogy, hogy egy ilyen animációs filmet elkészíteni nyilván abban az értelemben egyszerűbb, mint azokra a meglehetősen kényes helyszínekre elmenni, vagy, vagy, máshol leforgatni azokat a, a jelenteket, ahol ez a történet játszódik, mert azért ez egy, ez egy eléggé, eléggé, bonyolult, sok helyszínes történet, és így talán egyszerűbb volt, gondolom én, összefogni. Nyilván, nyilván ez is belejátszik, hogy, hogy ezt öm... Így egybe lehetett kezelni azt a rengeteg helyszínt, meg rengeteg időszakot, és nyilván nem voltak a szereplőnek akár film vagy archív családi felvételei, fotói, amivel amivel könnyen fel lehetett volna idézni az ő gyerekkorát Afganisztánban, aztán amikor Moszkvában töltenek időt menekültként. Sőt, tulajdonképpen az egész film valahol a. Az elbújásról szól, az elhallgatásról, arról, hogy hogy valaki másnak kell mutatnom magam először csak bizonyos országokban, aztán meg a film végén kiderül, ami, ami kiderül, hogy, hogy, hogy mi az az alaphazúság, amibe, amibe belekapaszkodik a, a, a hős. És hát az animációs forma az erre is alkalmas. Tehát dramaturgiailag Igen. jobban el lehetett rejteni ezt a csattanót, mint egy élőszereplős Igen. filmben, mert tehát rengeteg eszköze van az animáció animációs filmet készítőknek, hogy, hogy, hogy ezt megtegyék. Nekem ehhez a filmhez, a film közül mindig egy rövid film jutott eszembe, egy, egy holland rövid film, az a cím, hogy I Love Hooligans, kb. tíz éves lehet, szintén egy dokumentumfilmes srác készítette, az Anilógon láttam. Uh, ahol egy olyan foci huligánról, foci ultráról szól, aki hétvégenként jár örjöngeni a stadionokban, meg a meccsek után, az utcákon randalírozik, és közben egy meleg férfi, és ez a, fi, ez a forma is iszonyúan jól, vagy a tartalom és a forma nagyon jól összejött, hogy ő nem vállalja fel az identitását, ne lehessen őt beazonosítani, az életbe sem vállalja fel az identitását, és, és ott gyötrődik, örlődik a, a, lakásában, de, de ezt az életformát sem tudja feladni, ezt a, ezt a nagyon macsó és abszolút heteroszexuális közösségben a, a létét. Nálunk Magyarországon ez a vonal meg most kifejezetten megy, hiszen most nyertünk Aranypálmát is egy animációs rövidfilmmel, ami hang felnőtteknek szól. Abszolút, és hát az a, 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 ugye a Buda Flora anna filmje abban az értelemben is felnőtteknek szól, hogy ugye ez egy ö, ö, pornó, ö, a, a pornó inspirálta a filmnek ö, ö, a több jelenetét. Ö, de maga a téma is ugye egy felnőtt felnővés történet, és hát itt már egy, egy felnőtt nőnek a története, aki nem tud tulajdonképpen a, a, az otthoni közegből vagy a családi fészekből kirepülni. De hát az egész és filmek terén is most van egy ilyen hullám a magyar animációnak, amikor több olyan egész estés filmünk is van, ami elkészült, bemutatták, illetve gyártásban van, ami, ami nem gyerekközönségnek készül. ugye a műanyagék volt, amit bemutattak már moziban, de készült Csáki Lászlónak, Szirmai Mártonnak egy-egy egész estés animációs filmje, amik az inkubátor program segítségével. Ez lehet, hogy csak egy ilyen epizód lesz a magyar animáció történetében most, de akár akkor jött négy lelkére gondolunk, az Itt. sem kifejezetten kisgyerekeknek készült. Hiába annak a látványvilága, akár ezt erre gondolhatnánk, hogy az, az, az valamilyen mesésebb történet, de azért abban is nagyon kemény dolgok történnek, ami, ami ami miatt azt hiszem 12 pluszos karikát kapott. És ha már a karikákról beszélünk, ugye azt nem említettük meg, hogy a, azon a téren sikerült az animációs filmnek áttörni ezt a, a falat, hogy hogy a South Park óta nem tudom számtalan, több tucatnyi nagyon sikeres, kifejezetten okay. szigorúan csak felnőtteknek szóló animációs sorozatot gyártanak az amerikaiak, a, a, a brittek, és sőt, hát nekünk is volt egész estés ilyen filmünk, ugye a Nyócker, uh -huh. ami, amire azt hisz, szerintem szintén nem lehet azt mondani, hogy ifjúsági, ifjúsági film szó. lenne. Szerintem mi, mi kell ahhoz, vagy mi kellene ahhoz, hogy, hogy a komolyabb hangvételű ö, ö, filmeknél is ö, komolyan vegyék az animációt a, a, a nézők. Nyilván az animációs filmnek ö, egyrészt nagyon lassan készül, tehát ö, meg kell találni azt a formát, mint a South Park, ami, ami, amit nagyon, nagyon gyorsan lehetett ö, gyártani, ezért nagyon. Rö, nagyon gyorsan tudott reagálni az aktuális történésekre, és, és ezért friss tudott maradni. Mert alapvetően hogy egy animációs filmet, tehát ezeket az egészestéseket is azért évekig, sok-sok évig készítenek szemben mondjuk egy játékfilmmel. Egyáltalán az animációs filmeseknek annyira más habitusuk van a játékfilmesekhez is, és akár dokumentumfilmesekhez képest is. Ezt, ezt, lehet érzékelni egyébként, amikor elmegy az ember egy animációs filmfesztiválra, szemben egy játékfilmfesztivállal, hogy ott teljesen azt az ember, hogy itt kiszabadultak az emberek a sötét kis kamráikból, stúdiójukból, és örülnek, hogy együtt lehetnek, és, és egy ilyen előbújás hangulata van. Ezeknek ezért nem véletlen, hogy az animációs filmben el, tényleg ez a elbújunk, előbújunk, ez a, ez a történet. mint ez hogyha témá, a formánk abszolút, el, erre használnak. Ez abszolút benne van. Szimbolikusan. Igen. De hogy, hogy mi kell, hogy, hogy komolyan vegyék, Ö, szerintem nem komolyan vehetetlen a magyar animáció, hiszen, hiszen tényleg a régmúltban is, de most is hát a legnagyobb sikereket hozzák el az animációs, magyar Ugyan, animációs. Röntgözők. Ugyanakkor a magyar nézők nem feltétlenül ismerik. Nem feltétlenül ismerik, nem találkoznak velük. Ez egyébként ez a Kádár korszakban nagyon izgalmas volt. Kifejezetten erre készültek ezek a filmek, hogy, hogy a nemzetközi porondon lehessen villogni velük és a magyar közönséghez adott esetben el sem jutottak, de azért akkor is volt rá példa, hogy kísérőfilmként moziban lehetett látni őket, és, és ahogy jól tudom, a mozinet is dolgozott ezen, vagy, vagy használta ezt a formátumot, hogy, hogy sikeres magyar animációs rövidfilmeket egy-egy egész estés film elé beteszi, és akkor a, a közönség találkozik vele, és az a közönség, aki amúgy egy európai művészfilmre beül, az nyitott lesz szerintem az anim magyar animációs független filmesekre is. Az előbb említetted, hogy az animációs filmek és aztán eszembe jutott Janka Mics a toldia is, hogy nagyon-nagyon sokáig készülnek még ma is, amikor az én a számítógépes technikával uh, uh, meglehetősen uh, felgyorsult, uh, még mondjuk, ha jól emlékszem, a Hóférkes a 7 törpét, tehát a Walt Disney féle Hóférkes a hét talán évig uh -huh. készítették, vagy uh -huh. nyolc évig, még van is inzert, azt hiszem, a film előtt, ma, ma, ehhez képest, hogyha ha kellő pénz és paripa áll akkor mennyi idő alatt lehet elkészíteni egy, 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 egy olyan művészi igényességű filmet, mint például a Menekülést? Ezt azt hiszem hogy egyébként olyan négy-öt évig csinálták. Hát, de hát körülött, tehát, hogy, hogy Akkor is a több pénz van rá? Mert ugye itt nagyon sok ország készítette ezt a filmet. Nagyon ritka az az eset, amikor, amikor annyi pénz összejön. Tehát, most szerintem a, a Koyotra is, meg előtte a Rubenbrandt volt még ilyen film, ami tisztán magyar produkció volt, de ezek, ezek ezek nagyon ritka esetek. Tehát általában az van, hogy így össze kell <laughs> valahogy kalapolni. Ez, ez ma a trend, és ez az európai koprodukcióknak a... a volt hát is, de, de ettől is szerintem izgalmasak, és, és, és sok ország, meg, meg európai szinten a sajátunknak tudhatjuk ezeket a filmeket, tehát van egy ilyen, egy ilyen vetülete is, de, de hát lényegesen több, mivel a, itt ugye percárakról beszélünk, ami nagyon magas egy játékfilmhez képest, egy animációs filmnek a percára, sok millió forint. Az animációs dokumentumfilmben az a jó, meg izgalmas, hogy ott, hogy ott lehet ö, ö, ennek lehet egy határt szabni, meg redukálni, mert jól áll neki az, hogyha nincsen kidolgozva minden kockáról kockára az a mozgás, nem is lenne hiteles. Tehát az animációs dokumentumfilmek azok általában ilyen nyersek tudnak maradni. hogyha ezt a filmet is nézitek, akkor ez sem egy ilyen ö, nagyon ö, lágyan és finoman, ruganyosan mozgatott figurákat látunk itt, hanem, hanem van egy darabosságuk, egy nyersességük, mert ez, ez a forma is tudja hitelesíteni azt, hogy ez egy, ez egy megtörtént eset. De a Kovásznaira visszamegyünk, az ő rövid filmjeire a 70-es években, kifejezetten így csinálta ezeket az animációs dokumentum rövid filmjeit, vagy szociológiai, szociográfiai filmjét, beült a stábjával egy kávézóba, és akkor a készítettek, és gyakorlatilag a, a rajzolói munka, amikor már kidolgozták azokat a mozgásokat, az már nagyon-nagyon limitált volt, és nagyon kevés időt töltöttek a rajzasztal mellett. Ez zászlónak is tök jó, de azért azt még megemlíteném, hogy akiknek ezt nem kell, gondolom egyetért ezt ezzel magyarázni, azok a japánok. Ja, Tehát a, a, az ő vizuális kultúrájuk, mangák és a, az animék, azok gyakorlatilag már kisgyerekkortól arra nevelik hogy a, a, a társadalmat, hogy a bonyolultabb, drámai történeteket is animáción keresztül be tudják Igen. fogadni. Tehát valahogy valószínűleg azt kellene elérni, hogy, 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 hogy ez már nagyon-nagyon kis gyerekkorban is elkezdődjön. Hát, és ez nagyon nehéz lesz. Öm, gyakorlatilag ugye amilyen animációs filmekről mi beszélünk, vagy amit öm, te is említetted, Jankovics Marcel, Toldiá, az egész életművét lehetne, európai öm, animációs film, művészet, történet, tehát még, még Európában talán a francia, franciáknak nem kell magyarázni, hogy, hogy mi az az animációs film. Gyakorlatilag ugye ehhez egy, egy, egy képi öm, vagy vizuális értés kell az animációs filmekhez, is, az, hogyha a, a közoktatásban a, a rajzoktatás, művészettörténet oktatás az elsorvat, hogy nem is ö, ö, tehát hangsúlytalan gyakorlatilag, ö, akkor, akkor, nem lehet elvárni az, a, a, a fel, felcseperedő mozinézőktől, hogy, hogy értsék, szeressék, bármi, bármi közük legyen az animációs filmekhez, ami nem egy könnyen befogadható ö, hollywoodi ö, világ. Orosz Anna köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönjük szépen, hogy megnézhetek minket. Ez volt a Nagy Látószög legújabb videója, de iratkozzatok fel a csatornánkra, mert lesz még majd ilyen. Alindával meg velem is, a cinego megnézétek meg a Menekülést, meg egy csomó minden másik jó filmet is, mert nagyon sok van ott. Szerbusztok, vigyázzatok magatokra!